A következő műsor megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Nagyon sok mindenről szeretném ma beszélni, úgyhogy azonnal mutatjuk is, hogy milyen témáink lesznek. Döcögbe születnek meg az ellenzék jó oldalon a döntések, erről beszélt Donát Anna a választás előtt 81 nappal. Mit kéne másképp csinálni? Erről beszélgetünk Így és Mártonnal, a Momentum alelnökével. Heteken belül fél Európa meg fog fertőződni az Omikronnal, de egyes vélemények szerint ezzel akár vége is lehet a járványnak. Falus András immunológussal elemezzük a helyzetet. Hova tűnt az a 900 millió forint, amellyel az Unió az ingyenes teszteket finanszírozta Magyarországon? Erről beszélgetünk Újhelyi István szocialista LP képviselővel. Kiakadtak a kézilabda EB-re a Szegedre érkező francia és szerb csapatok a laza magyar járványügyi szabályokon. Bencsics Márkot, az EB magyar szervezőbizottságának marketing kommunikációs vezetőjét kérdezzük. Van már közös üzenete az ellenzéki pártoknak, legyen Magyarország mindannyiunké. Nincs viszont még például közös ellenzéki lista, ameddig pedig hatalomtechnikai kérdések foglalják le a pártokat, addig nem lesz igazán jó közös kampány. Erről is beszélt a Momentum elnöke a Szabad Európának adott interjújában. És akkor most ezzel kapcsolatban kapcsoljuk a pártnak az alelnökét, I.S. Mártont. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok mindenkinek! Még mielőtt az ellenzék aktuális helyzetéről beszélnénk, előtte kezdjük a legfrissebben. Ugye Orbán Viktor talán másfél órával ezelőtt bejelentette az élelmiszerár stoppot, ami ugye azt jelenti, hogy az október 15-i árszintre viszik vissza hat terméknek az árát: kristálycukor, liszt, étolaj, sertéscomb, csirkemár és a 2-8-as tej. Mit tud az ellenzék kezdeni ezekkel a bejelentésekkel? Hiszen ugye ezeket könnyű tulajdonképpen bejelenteni, hiszen nem a költségvetés fizeti ezt meg, hanem majd a kereskedők. Tehát úgy lehet kvázi a választók felé osztogatni, hogy ennek az árát nem a kormány fizeti meg. De hát az emberek mégis örülnek neki. Mit tud erre mondani az ellenzék? Én azt gondolom, hogy ez egy végtelenül kétségbeesett lépés. Az infláció az valahol az Orbán kormány gazdaságpolitikájának a csődje jelenleg, és ugyan sokat halljuk, hogy ez valamilyen világszintű jelenség, de kétszer akkor az infláció most Magyarországon, mint például Ausztriában, és egész Európában nálunk a harmadik legnagyobb, két kis balti országban nagyobb csak, mint Magyarországon. És hát nyilvánvaló, hogy itt magyarországi extra infláció van, aminek jelentős része a Nemzeti Bank és a kormány sara, óriási államháztartási hiányt halmozott föl most az Orbán kormány, és egekben van az államadósság is. Ez mind valahol az inflációt gerjeszti, és van egy sor olyan intézkedés még, amelyik az inflációt gerjeszti. Most ilyen látvány próbálkozásokkal, amik nagyon kétségbeesett próbálkozások egyébként, próbálják néhány termék esetében a tevékenység látszatát kelteni a kormány oldalról. Úgyhogy megmondom őszintén, ez egy kétségbeesésnek a jele elsősorban. Hat egyébként fontos, de azért lássuk be, a teljes fogyasztói kosárban nem teljes termék esetében történik egy ilyen nagyon drasztikus kádári beavatkozás. Máshol is próbálják kezelni az inflációt, például Lengyelországban csökkentették az élelmiszerek áfáját. Ott ugye van mozgástere a kormánynak, képes valamit tenni. Itt meg az Orbán kormány szokásos eszközével valaki másra helyezi rá a sarcot, és úgy próbálja a saját erejét fitoktatni, de hát ez hetekig, hónapokig fog csak kitartani. Én nem mondom azt, hogy a Facebook kommentek mindent elárulnak az országról, de most adás előtt azért gyorsan végigpörgettem, hogy nagyjából mi az embereknek a véleménye, és az egyik oldalon nyilván az ellenzéki szimpatizánsok azt mondják, hogy persze, azért lépi meg a kormány ezeket, mert valóban félnek attól, hogy mi lesz a választásnak az eredménye. De a kommentelőknek nagyon nagy része azt mondja, hogy na, nyilván az ellenzéknek ez már megint nem fog tetszeni, holott legalább Orbán Viktor tesz értünk valamit. Azért
azért ezzel nem hozza könnyű helyzetbe az ellenzéket a kormányzat, mert önök persze mondhatják, hogy inkább áfát kellene csökkenteni, de ezek már bonyolultabb dolgok, az könnyebben eljut az emberekhez, hogy olcsóbb lesz a liszt meg a cukor. Így van, mitől lesz olcsóbb a sertéshús? Mi lesz a sertéstenyésztőkkel, mi lesz a élelmiszertermelőkkel, mi lesz a vállalkozókkal, mi lesz a kisboltokkal. Azért ez nem olyan bonyolult, az első felindulásból egy-két hétig lehet, hogy sokan azt érzik, hogy na itt valami erőt látunk, és aztán utána nagyon gyorsan meg fognak szólalni azok a szereplők, akik pedig azt mondják, hogy tehát kedves kormány, miért nem söpreget a saját házatáján, miért nem teszi meg az infláció ellen azokat, ami a kormány dolga. Mert a sertéscombnak az ára az nem a kormány feladata. Na azért ez egy nagy kommunikációs harc lesz, de menjünk tovább, mert nagyon sok témát szeretnék érinteni, sok minden összegyűlt már a kommunikáció. Megjelentek ma az ellenzéknek az első óriás plakátjai, és nézzük is meg, hogy mik vannak ezeken az óriás plakátokon, mutatjuk is a nézőinknek, hogy milyen szlogenek. Ugye az elsőn Orbán megy, rezsicsökkentés marad, ez például az egyik plakát. Aztán utána a következő típusú plakáton azt láthatjuk, hogy Orbán megy, önálló egészségügyi és oktatási minisztérium pedig jön. És akkor egy harmadik plakát, legalábbis ezeket sikerült a 24.hu-nak lefotóznia, itt pedig azt olvashatjuk, fideszes kiváltságosok mennek, mindannyiunk Magyarországa jön. Tehát ezek abszolút jól érthető, és úgymond egyszerű szlogenek, az egyszerűt most jó értelemben mondom, hiszen a választók felé ezekkel lehet eljutni. Ami kérdés viszont felmerült bennem, az, hogy a megjelölés, akik szerepelnek, mint a plakát feladói úgymond, az az Egységben Magyarországért. Tehát Márki-Zay Péter neve nem szerepel rajta, az ellenzéki összefogásban résztvevő pártok neve nem szerepel, tehát csak ennyi, hogy Egységben Magyarországért, de hát ez nem lesz rajta így a szavazólapon. Hogy nem problematikus ez, hogy tényleg fogják-e egyértelműen tudni az emberek, hogy na most ezek kiknek a plakátjai? Tudom, hogy triviálisnak tűnik a kérdés, de egyébként annyira nem az. Fogják tudni, és össze is fogják kapcsolni, ez a ellenzéki kommunikációnak egy első lépése, és azt látjuk, hogy az ellenzéki szavazók és a billegő szavazók is többet akarnak most már összefogásnál, többet akarnak most már ellenzéki politizálásnál, egységet akarnak. Ez az, amit ki akarunk emelni, Magyarország mindannyiunké, és a kormányváltó erő az pedig egységben van. Sajnos túl sok idő ment el azzal, hogy az ellenzéken belüli csörtékről, vitákról szólt a sajtó. Ennek az időszaknak véget kell vetni, és egységben kell kiállnunk a választók elé, hogy egy új alternatív Magyarországnak a jövőképét fel tudjuk vázolni számukra. Az, hogy a pártok... Ez a három üzenet, ez pedig jól mutatja a három irányát a kommunikációnak. Tényleg nagyon egyszerűek ezek, viszont nagyon mély tartalmuk van a háttérben. Az, hogy a pártok önkritikát tudjanak gyakorolni, az nagyon fontos. És ugye ön is önmagától beismerte egyébként, hogy most erre kicsit túl sokáig húzódtak ezek a kommunikációs egyeztetési problémák. Ugye Donát Anna is ezt fogalmaztam meg, hogy ezek már nagyon régóta tartanak, és még nincsen például közös listája az ellenzéknek. Ugye talán az első hét nevet tudjuk, de hogy utána hogyan és milyen elvek alapján áll össze a közös ellenzéki lista, ezt nem tudjuk. És ugye a pártelnökük is azt mondta, hogy ha túl sokáig ezek elhúzódnak, akkor úgy nem lehet jó kampányt folytatni. Ön szerint mikorra állhat össze a teljes ellenzéki lista? Hogy tényleg azért, hogy ne erről szóljon a közbeszéd. Így van, ebben teljesen egyetértek. Azt gondolom, hogy megvan az ideje a versenynek, és megvan az ideje az összefogásnak. Nagyon nagy hiba, hogyha ezek egymástól veszik el a teret. Le kell zárni a pártok egymás közötti versenyét és egyezkedését. Sajnos voltak olyan emberek, olyan gondolkodók az ellenzéki oldalon, akik azt mondták, hogy ráérünk ezzel. Mi a törvényi maximum, mi az a végső határidő, hát majd februárban, majd eldöntjük ezeket a dolgokat, foglalkozunk a kampánnyal. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket le kell zárni, és akkor lehet igazán hitelesen és őszintén a kampányra összpontosítani. Én azt gondolom, hogy ez napokon, heteken belül lezárul. Alapvetően ez a felismerés, ez most már megtörtént a gyakorlatilag minden ellenzéki részvevő részéről.
Akkor legyen most ez a végszó, hogy ezt a részét lezárják az egyeztetéseknek, és utána nyilvánvalóan nagyon várjuk, hogy hogyan fog kinézni a közös ellenzéki kommunikáció fellépés a kormányváltás érdekében. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, minden jót, viszontlátásra! Én köszönöm, és minden jót, viszontlátásra! Különböző mértékben, de az iskolákban is emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma. Ezt tapasztalja egy szegedi gyermekorvos is. A szülők közül sokan otthon is tesztelik gyermeküket, ha tüneteket tapasztalnak. Egy virológus szerint a forgalomban lévő vakcinák az Omikron ellen csak korlátozottan hatásosak. Az egyik szegedi magánklinikán a tesztvizsgálatok száma nem emelkedett meg, de a pozitív esetek száma jelentősen. Ha valaki bizonyítottan fertőzött személlyel érintkezett, más eljárást javasolnak, mintha tünetei vannak. Hogyha valakiben fölmerül a fertőzés gyanúja, esetleg valakivel találkozott, akkor az egyből a gyors teszt, illetve a PCR vizsgálat se fog pozitív eredményt adni. Tehát mindenféleképpen célszerű egy pár napot várni, hogy a vírus elérje azt a darabszámot, ami már kimutatható. Az Omikron variáns intenzívebben terjed a gyerekek és az iskolások között is. Az Eduline információja szerint van olyan budapesti gimnázium, ahol 2 hétig online oktatásra álltak át. Az ország több középiskolája is honlapján közli az azonosított fertőzöttek számát. Ilyen szegedi intézményről nem tudunk, de egy gyerekorvos itt is a fertőzöttek számának emelkedéséről számolt be. Az utóbbi másfél hét tapasztalata az, hogy a gyermekek körében is nő a COVID fertőzöttek száma. Inkább a nátha és a torokfájás, ami a főbb jellemző tünet. A gyors tesztek itt a rendelőben, tehát itt is csinálunk gyors tesztet, és itt is azért fogtunk már pozitív esetet ki. Kovács Marian elmondta, naponta 3-5 pozitív gyereket találnak. További 3-4 negatív közül, akiket tünetei miatt PCR-tesztre küldenek, körülbelül a fele bizonyul fertőzöttnek. Sok szülő, ha a tüneteket észlel, otthon elvégzi gyerekénél a gyors tesztet. Ez a doktornő szerint nagyon jó gyakorlat. Liszievicz Júlia virológus azt mondja, hogy mivel a jelenlegi vakcinák egy másik változat, a wuháni ellen készültek, a delta és az omikron ellen csak korlátozottan védenek. Azóta már az Omikronban 35 új mutáció jelent meg, és most franciák leírták egy olyan Omikron változatot, amiben már 46 mutáció van az eredetihez képest. Na most gondolja el, ez már egy másik vírus. Ha ma bevezetnénk egy Omikron elleni vakcinát, és az mire bevakcináljunk elég embert, addigra már fél év eltelt, és addigra már nem lesz itt velünk az Omikron. Liszievicz szerint a vírus sokkal gyorsabban változik, mint ahogy előre számítottuk. Ezért szerinte a jó megoldás a gyógyszerfejlesztés volna, és fontos lenne, hogy ez is olyan támogatást kapjon, mint 2 éve a vakcinák fejlesztése. És akkor nézzük is, hogyan látja a helyzetet Falus András immunológus. Jó estét kívánok, üdvözlöm! Jó estét kívánok! Itt most az összeállításunk elsősorban arról szólt, hogy a gyerekek körében is egyre inkább fertőz az Omikron, de nyilván nem csak a gyerekek körében, hanem általánosságban véve. Hans Kluge, a WHO európai igazgatója azt mondta ma, hogy a következő 6-8 hétben Európa lakosságának a fele megfertőződik. Ez önmagában véve nagyon riasztóan hangzik. De ugye tudjuk, hogy általában véve, főképp az oltottaknál az Omikron nem okoz olyan súlyos tüneteket. És valószínűleg pont ezért Spanyolország miniszterelnöke talán a miniszterelnökök közül először merte ezt így ilyen nyíltan megfogalmazni. Ő azt mondta, hogy itt az ideje annak, hogy a koronavírus ne veszélyes világjárványként, hanem egyszerű fertőző betegségként kezeljük. Na, egyetértem ezzel például. Igen, ez elnevezés kérdése, de attól, mert úgynevezett egyszerű fertőző betegségként definiáljuk, attól még a világjárvány kifejezés is megfelelő. Tudnélik, iszonyú gyorsan terjed el, és viszonylag nagy a halálozási értéke, aránya. Én úgy gondolom, hogy az, hogy Európa fele megfertőződik Omikronnal, az elképzelhető, de én nem tartom igazán valószínűnek. Az nagyon fontos, hogy most hallottuk, illetve olvastuk a hírek közül, hogy a Pfizer-BioNTech már dolgozik kizárólag a
Omikron elleni vakcina előállításán, és márciusra ígérik annak a viszonylag nagy mennyiségnek a előállítását, amit már úgynevezett piacra lehet dobni. Ez egy jó hír, és ebben az értelemben a valószínűleg kicsit csökkent hatású vakcinák, amit még tényleg a wuhani változattal szemben hoztak létre, olyan változattal lesz, olyan vakcinával lesz pótolva, helyettesítve, ami pontosan az Omikron ellen hat. Ugyanakkor teljesen világos, hogyha ilyen gyorsan mutálódik a vírus, illetve osztassak el egy félreértést. Úgy tűnik, hogy az indiai variáns után a Omikron változat az nem új mutációkat, hanem úgynevezett rekombináns vírusokat tartalmaz, tehát vírusok genomja olvadt össze, és jelenik meg, tehát nem mutáció, hanem több vírus egyesüléséről van szó. De ez nem változtat azon a tényen, hogy valóban sokszorosan enyhébbek a tünetek, de ez ellen az enyhébb tünet hullám ellen is lesz vakcina hamarosan. Igen, tehát várunk a kifejezetten Omikron elleni vakcinára. De mi a helyzet addig, ameddig ez nincsen meg, és akkor megint egyébként nem nehéz, de sikerült összeszednem két teljesen ellentétes álláspontot gyakorlatilag 24 órán belül. Ugye tegnap hallhattuk, hogy az operatív törzs már a negyedik oltáson gondolkodik, és ehhez képest ugyancsak WHO-nak a műszaki tanácsadó testülete, akik a vakcinák összetételével foglalkoznak, ők ma egy olyan közleményt adtak ki, hogy feleslegesek az újabb emlékeztető oltások. Tehát, hogy inkább azt mondják, ha én jól értem, hogy ezeknek az emlékeztetőknek, tehát oltásoknak, akár mondjuk Magyarországon a negyediknek már nincs értelme, meg kell várni, hogy meglegyen az omikronos oltásunk, úgymond leegyszerűsítettem. Én arra gondolok, hogy amíg nincs meg az omikron vakcina, addig a negyedik oltás semmiképpen nem felesleges. A negyedik oltás emeli az immunválasz, akár a ellenanyag, akár a sejtes immunválasz szintjét, és ez csak jó lehet. Tehát szó nincs arról, hogy a wuhani vírus elleni vakcina nem hatna. Ez is hat, jelentősen csökkenti az amúgy is szerencsére enyhébb klinikai hatásokat. Tehát ebben az értelemben, amíg nincsen a másik vakcina, addig egyáltalán nem árt fokozni az immunválasz. Ez nem csak emlékeztető, hanem úgy is felfoghatjuk, hogy a meglevő szintet megemelő dózis. Én úgy érzem, hogy a negyedik oltásra szükség van, és egyáltalán nem káros. Mennyire lehet könnyű meggyőzni az embereket a negyedik oltásról? Ön mit tapasztal? Nyilván ön is nagyon sok mindenkivel beszélget. Mert ugye ameddig a delta variáns volt, ami azért sokkal komolyabb tüneteket tudott alapesetben okozni, addig azért mindenki jobban félt. Most én legalábbis azt tapasztalom, hogy tényleg most már mindenkinek a családjában van fertőzött, de általában azt látjuk, hogy jó, fáj a fejem, fáj a torkom, fáradékonyabb vagyok, de hát ezek ugye nem olyan komoly tünetek. Na most, ha azt látjuk a környezetünkben, hogy nem komoly tünetekkel kapják el az omikront, akkor vajon miért adatnak be az emberek a negyedik oltást? Mert sok mindenkinek át tudják adni. Olyan embereknek tudjuk átadni esetleg a mi esetünkben, vagy egy fiatalabb családtag esetében enyhe tünetekkel, olyan embereket tudunk megfertőzni, mert a fertőző képesség az nagyon magas. A fertőző képesség és a klinikai hatást válasszuk el. Ez a vírus, ez másfél-két naponként sokszor multiplikálódik, dupla mennyiség lesz, és ezért ugyanennyivel jobban fertőz is, tehát az más kérdés, hogy nem okoz olyan nagy klinikai tünetet, de esetleg idős vagy krónikus betegségben szenvedő emberek, ha ki vannak téve a bennünket
vagy családtagjainkat enyhén érintő vírus fertőzésnek abszolút értékben, mivel sokkal több a fertőzés, nem a klinikai hatás, a fertőzés, sokkal több olyan idős és esetleg krónikus beteg ember lesz, aki ettől súlyosan megbetegszik. Mindenképpen csökkenteni kell a vírus számot, a vírus fertőző, tehát azt az esélyt, hogy a vírus megfertőzön rengeteg embert, mert rengeteg emberből arányosan sokkal több lesz az, aki súlyosan érintett. Tehát hiába kevésbé fertőző, az elhunytak száma akár visszaemelkedhet a napi 200 körülire, amit egyébként Kásler Miklós is mondott. Tehát a nagy számokból arányosan ez következik, ezek szerint ön szerint is. Értem. Így igaz. Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 900 millió forintot kapott a magyar kormány ingyenes COVID-tesztekre. Ennek azonban sok nyoma nincsen. Éppen ezért Újhely István, szocialista európai parlamenti képviselő kikéri az Európai Bizottságtól az elszámolást, amelyből elméletileg kiderülhet, mire költötte a kormány ezt a pénzt. Ez a mozdulat, vagyis egy hivatalos PCR-teszt 15-19 ezer forintba kerül Magyarországon. Ennél olcsóbb, bár nem is annyira megbízható, a patikai gyors teszt. Ezek is átlagosan 4-5 ezer forintba kerülnek. Ehhez képest sok nyugat-európai országban a patikai tesztet ingyen, vagy szinte fillérekért árulják, és jóval nagyobb körben érhető el az ingyenes PCR-tesztelés is. Mindez annak ellenére, hogy a magyar kormány 900 millió forintot kapott csak az ingyenes tesztekre az Európai Uniótól. Ezért is kérdezte még a múlt héten Újhely István a kormánytól, hogy pontosan hova ment el ez a pénz. Semmilyen választ nem kapott, ezért is kéri most az elszámolást az Európai Bizottságtól. A szocialista európai parlamenti képviselő online sajtótájékoztatóján ma úgy fogalmazott, gyanús, hogy valami súlyos dologra tapintott rá. És akkor azonnal kezdjük is ezt a témát, ki más is lehetne Skype-on a vendégünk, Újhely István, jó estét kívánok, üdvözlöm! Kezdjük csokolom, jó estét kívánok, üdvözlet Szegednek, és mindenkinek, aki nézi. Ugye nem véletlenül nem a stúdióban a vendégünk, hagyd kezdjek ezen nagyon röviden, tudjuk, a sajtóban is megjelent, hogy ön ismét elkapta a Covidot, egy gyors kérdés, hogy van, nyugtasson meg minket. Jön először, bocsánat. És nagyon rossz beteg vagyok, úgyhogy nem ajánlom a Covidnak, hogy többször próbálkozzon velem. Hát nem voltam már jobban, az az igazság, most az a második nap, de nyilván a három oltás, hiszen megkaptam harmadikat is decemberben, azért sokat segít, hogy ne kelljen izgulni, hogy túléleme, de az az igazság, hogy kemény. De hát így is dolgozik az ember, csak éppen most karanténból. Köszönöm szépen az érdeklődését. Jó, tehát így is dolgozik. Na, és akkor nézzük is, hogy mind dolgozik most. Ugye az Unió összesen 100 millió eurós keretet szánt a tagországoknak az ingyenes tesztelésekre. Ebből Magyarország, ha minden igaz, le is hívott 900 millió forintot. Miért nem érzékeljük ezt? Ugye nagyon sok országban van ingyenes PCR-tesztelési lehetőség, nálunk egész egyszerűen ilyen nincsen. Maximum, ha bekerülök egy kórházba, ott mondjuk elvégzik rajtam, de az, hogy mondjuk nekem a munkában való ingázás miatt szükségem lenne rá, elmeteg erre szolgálna ugye ez, hogy akkor legyen lehetőségem ingyenesen elvégeztetni. Miért nincs nálunk ilyen lehetőség? És ha nincs, akkor mire költődött el a 900 millió? Hogy kezdjem azzal, hogy azért kezdtem el felgöngyöríteni ezt a kérdést, mert még az Európai Parlamentben egy évvel ezelőtt én tettem azt a kezdeményezést, hogy ha létrehozzuk ezt a bizonyos digitális igazolványt, amit szerintem a nézők is ismernek, nagyon sokan hallottak róla, hiszen Európában ez adott lehetőséget arra, hogy könnyebb legyen az utazása, mozgása. Akinek van két oltása, akinek vagy egy PCR-tesztje, vagy átesett a betegségen, az föltöltve ezt az európai digitális igazolványt tud könnyebben utazni. De akkor azt mondtam, hogy biztos, hogy sokan lesznek olyanok, például aki egészségügyből nem kaphatja meg az oltást, vagy egyszer nem, nincs olyan átoltottság még egy országban, hogy megkaphatta volna, vagy például mi magyarok nagyon sokan, akik keleti, tehát nem európai engedélyezésű vakcinát kaptak, és ezért nem fogadja el az ő oltásukat az európai igazolvány, hogy kell, hogy legyen egy olyan alap, amelyikből ingyenesen lehet tesztelni. Mert én az saját példámon tudom az elmúlt 2-3 napból, hogy a családot végig tesztelni,
felelősségteljesen, részben a saját egészségünk, részben másoknak a megóvása érdekében, óvoda, iskola, stb. Ez egy vagyon egy nagy családnál. És azok, akiknek utazniuk kell, mert például tanulnak külföldön egyetemisták, és vizsgázniuk kell, ingázó, átjáró munkavállalók, kereskedelemben dolgoznak sofőrök, vagy egyszerűen csak meg kell látogassák, szeretnék meglátogatni a kint élő rokonokat, nekik utazniuk kell. Na, erre hoztuk létre az én kezdeményezésemre ezt a 100 millió eurós csomagot, és Magyarország kormánya is részt vett a programban, 900 millió forintot kapott. És itt jön, amit válaszolok a kérdésére, hogy ez az, ami elképesztő számomra, hogy szerintem sem ön, sem én, de a tévénézők sem láttak, hallottak egyetlen egy olyan kormányzati felhívás sem, tájékoztatót vagy honlapot, ahol jelentkezni lehetett volna ingyenes tesztelésre, és ez egészen elképesztő, mert valami ezek szerint ezzel a pénzzel történt, most ezt nyomozom, hogy hogyan számolt el, és mire költötte a kormány ezt a pénzt. Ugye ön a mai délelőtti online sajtótájékoztatóján is azt mondta, hogy gyanús, hogy valami súlyos dologra tapintottam rá. És ugye itt vannak, hát mondjuk azt, hogy megkérdőjelezhető esetek, például fel is sorol ön is többet, meg cikkekben is hozzák, hogy volt például egy olyan eset, hogy egy eredendően tájmasszázzsal foglalkozó cég az Országos Kórház Főigazgatósággal kötött szerződést tesztelésekről, és aztán lett belőle egy két milliárdos árbevételű cég, és ebben érintett volt egyébként fideszes képviselő, egykori államtitkár is. Tehát ön szerint ilyen csatornákon folyt ki a pénz, semmiképpen nem akarom a szájába adni ezt, de mennyire gyanítható az, hogy itt valamilyen fajta korrupció történt, vagy egyelőre még csak ott tartunk, hogy nézzük meg, vizsgáljuk meg. Nézzük a tényeket. Volt egy ilyen forrás, az Európai Uniós információim szerint ezt a pénzt Magyarország, vagy ennek egy részét megkapta. Kettő. November 30-áig a magyar kormánynak el kellett számolnia számlákkal erről a pénzről, az elköltéséről, az Európai Bizottság fele. Most január 12-ét írunk. Én föltettem egy héttel ezelőtt hivatalosan és egy sajtón keresztül is a kérdést a kormánynak, hogy mire költöttük, mert hogy nem láttunk ilyen hirdetést, hogy hozzá lehetett volna jutni a társadalom tagjainak. De ez is egy tény. Na most, hogyha nem válaszolnak, akkor mi másra gondolna az ember, mint hogy ugyanott vagyunk megint, mint számos esetben lélegeztetőgépek, maszkbeszerzés, maga az egész kínai vakcina beszerzés, 1012 milliárd forintot költött el a kormány saját bevallása szerint egészségügyi, orvostechnikai eszközbeszerzésre a járvány alatt, és egyre másra bukkannak elő azok az információk, hogy a Fidesznek itt és a politikusainak megint fontosabb volt nyerészkedni a szegény magyar társadalom járvány félelmén és megbetegedésén, mint sem, hogy egyébként arra koncentráltak volna, hogy mire költik. Biztos emlékszik arra az ügyre, amikor a Fidesz Ferencvárosi korábbi frakcióvezetője alakított egy céget, semmi köze nem volt egyébként korábban ilyen tevékenységhez, alapított egy céget, rá néhány hétre elnyert a kórház főigazgatóságtól egy 3,1 milliárdos megrendelést tesztbeszállításra, majd miután kiszedte a bevételt, a nyerességet a cégből, utána egy 800 lelkes kis faluban egy 20 éves fiatal embernek, tisztára Kaja Ibrahim és Josip Tot ügy, eladta a kisemmizett céget. Hát ilyenekkel vagyunk tele. Tehát ha a kormány nem válaszol, akkor jogos a felvetésünk mind a kettőnknek, hogy valami bűzlik a karmelita tájékán, ezért megyek most az Európai Bizottsághoz, és hogyha kell, akkor az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz, mert egy forintot sem költhet másra a magyar kormány, amit az Európai Unió ad, hanem arra, amire szánja az Európai Unió, hogy nekünk, magyar embereknek legyen ettől jobb, nem a fideszes oligarcháknak és pénzembereknek. Várjuk majd, hogy mi lesz ezeknek a vizsgálatoknak a vége. Egy másik témáról is szeretném azonban gyorsan megkérdezni a véleményét, ez ma derült ki, a hvg.hu közérdekű adatigényéssel fordult a kormányhoz, mert hogy az operatív törzs tanácskozásainak a dokumentumait szerették volna kikérni, és azt a választ kapták, hogy ez nem kiadható, mert döntés előkészítő adatnak minősül, tehát innentől kezdve 10 évre
nem nyilvános. Mit szól ez, hogy nem nyilvánosak azok a beszélgetések, a tárgyalásnak a tartalmi elemei, ami alapján egyébként az egész magyar társadalmat életét, vagy mindenkinek az életét meghatározó döntéseket hozták meg? Gyomorforgató. Mert pont ezen az operatív törzsön dől el nagyon sokszor, hogy miként zárnak be szállodákat, miként küldenek minket karanténba, hogyan vesznek keleti, nem európai engedélyezésű vakcinákat, milyen beszerzéseket folytatnak le 1092 milliárd forint értékben. Ezeket, hogy mind egy csomagban döntés előkészítő anyag címen titkosítsa a kormány, ez tipikus az Orbán kormányzatra. Annyit hagy jegyezzek meg, hogy az Európai Parlamentnek az egészségügyi bizottságának vagyok tagja. Számtalan esetben igyekeztem a magyar társadalom segítségére lenni, és közvetíteni, vagy keresni jó pontokat, forrásokat, lehetőségeket az Európai Unióban, és azt képzelje el, szerkesztő asszony, hogy én nekem sem adnak ki soha semmi adatot, arra hivatkozva, hogy ezek döntés előkészítő dokumentumok. Hát az ég áldja meg. Ha jól működne, ha nem 40 ezer halottunk lenne, hogyha látnánk azt, hogy egyébként a kormány politikai napi számításait és pénzügyi haszonszerzését felülírja a társadalom problémáinak a kezelése, akkor az ember nem akarna belenézni ezekbe az anyagokba, de a bizalmatlanságuk talán nem véletlen. Elegünk van ebből az egészből, meg van vezetve a magyar társadalom, egy egészen új korszaknak kell következni április után, ezen dolgozunk nyilván mindannyian, mert hagyj egyezzem meg, nincs még egy európai ország rajtunk kívül, ahol ezt a társadalom, ezt a békát lenyelni, amit művelnek velünk titkosításba, adateltakadásba és nyerészkedésbe. Köszönöm szépen, hogy így is a rendelkezésünkre állt, és természetesen mielőbbi gyógyulást kívánunk, minden jót, viszontlátásra. Jó egészséget, vigyázzanak magukra, oltsák magukat, és maszkhordás. Köszönjük, minden jót, viszlát! Az egészségüket féltik és felháborodtak a rendkívül enyhe magyar járványügyi szabályokon a francia, a szerb és izlandi kézilabdások, akik a holnap kezdődő EB-re érkeztek többek között Szegedre. A legtöbben azt kifogásolják, hogy míg Európában a zárt tereken szinte mindenhol kötelező a maszk, addig a magyar kormány nem hozta meg ezt az intézkedést. Már állnak a teszt sátrak Szegeden a Pikk Aréna mellett. Az Európa-bajnokság magyar szervezőbizottsága szerint ők mindent megtesznek azért, hogy biztonságos legyen a torna. Az Európai Kézilabda Szövetség előírásainak maradéktalanul tartásával szervezzük a tornát, és minden részvevő ország delegációja bejárta korábban ezeket a helyszíneket, és semmilyen kifogás nem emeltek, tudták jól. Információ birtokában voltak, hogy itt nem lesz buborék, és hogy más vendégek is lesznek a szállodákban. Úgyhogy ezekkel kapcsolatban részletes tájékoztatást is nyújtottunk az elmúlt időszakban. Semmilyen kérdés nem érkezett az EHF-en keresztül felénk. Mindegyik csapat, amelyik Magyarországon játszik, elfogadta ezeket. Ehhez képest a Szegedre érkező francia sportolók viszont nagyon kiakadtak a laza járványügyi szabályokon. Az egyik játékos, Nikola Karabatic egy francia lapnak arról panaszkodott. A csapattagok a karácsonyt és az új évet családjuktól távol töltötték, hogy az EB előtt ne kapják el a fertőzést. Most pedig maszk nélküli vendégekkel vannak összezárva egy szállodában. Egy másik játékos, Vincent Gerard szerint ez egy bizarr helyzet, hiszen két másik nagy versenyen, Egyiptomban és Japánban sokkal szigorúbb szabályok védték az egészségüket. A játékosokat ebben a hotelben szállásolták el, úgy tudjuk, amennyire lehet, még el is különítették őket. A hotel egyébként a magyar járványügyi szabályoknak megfelelően jár el, ezért nincs a vendégeken maszk. A szerb kézilabdázók szövetségi kapitányának is megvan erről a véleménye, több játékos már megfertőződött, ez pedig csak is a magyar járványkezelés eredménye, írja Twitter oldalán. Az izlandiak is felháborodtak, ők Budapesten játszanak és szintén nem tudnak megbarátkozni a hotelben érvényes szabályokkal. A Pozsonyban mérkőző németek pedig úgy nyilatkoztak, nagyon örülnek, hogy egyelőre nem Magyarországon kell játszaniuk. És akkor ezt a kicsit furcsa helyzetet megpróbáljuk egy picit részletesebben tisztázni Bencsics Márkkal, az EB Magyar Szervezőbizottságának marketing kommunikációs vezetőjével. Jó estét kívánok, üdvözlöm!
Jó estét, köszönöm és a kedves nézőket! Nyilvánvalóan itt a külföldi csapatokat, ha jól értem, alapvetően az zavarja, hogy a szállodákban maszk nélküli emberekkel találkoznak. Ez a magyar kormány járványkezelési intézkedése, illetve az, hogy nem írták el a kötelező maszkviselést. Nyilván önnel nem erről fog beszélni, mert önnek nem ez az asztala. Viszont amit önök a közleményükben is elmondtak, az az, hogy elmondták a külföldi csapatoknak, hogy mire számíthatnak, akár a kézilabda csarnokokon belül, akár mondjuk a szállodákban, ahol elszállásolják őket, tehát kaptak tájékoztatást, hogy ott például nem lesz ez a buborék, majd erről is beszélünk, hogy ez micsoda. Na most, ha tájékoztatták őket, ők ezzel tisztában voltak, akkor mitől tört most ki ez a pánik meg felháborodás, ami már most nemzetközi szinti ügyé nőtte ki magát? Hogy egy ilyen Európa-bajnokság szervezése azért jó pár évvel korábban kezdődik, pontosan azért, hogy minden előkészítést és irányvonalat megpróbáljuk lefektetni az Európai Kézilabda Szövetség elvárásai alapján, amit ugye az összes résztvevő országgal tesznek meg, és amikor már tisztán válik az, hogy mely csapatok melyik városba, melyik országban fognak játszani, akkor ezeknek a csapatoknak a delegációi helyszínbejárást is tartanak, ahol megvizsgálják a helyszínt, a csarnokokat, megvizsgálják a potenciális szállodákat, teszek javaslatokat, észrevételeket, hogy milyen elvárásaik vannak azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnének adott helyszínen kapni, és akkor ennek fényében pedig nyilván meghatározzuk azokat a szállásokat, ahol a csapatok fognak lakni majd az Európa-bajnokság alatt. Ezzel kapcsolatban mindegyik ország jóvá hagyta az, hogy hol fog megszállni, és mindegyik csapatnak birtokában volt minden információ, hogy ez nem kizárólagosságot jelent adott szállodában, hanem ez azt jelenti, hogy más vendégek is lesznek elszállásolva az Európa-bajnokság ideje alatt. Valószínűleg az elmúlt hetek folyamánya az, hogy ezzel kapcsolatban szembesültek, de ezek le voltak fektetve, el voltak fogadva. A kérdés az, hogy ez most annak tudható be, hogy tudtak erről, és házon belül merült fel kérdés, de szerintem ezzel kapcsolatban mi már állást nem szeretnék foglalni. Az egyértelműen biztos, hogy az Európai Kézilabda Szövetség iránymutatása alapján határozta meg az összes ilyen szabályozás, és kerültek kiválasztásra ezek a helyszínek. Így van, tehát akkor ön azt mondja, hogy ezek az előzetes egyeztetések megtörténtek, igazából nem értik, nem tudják, hogy miért van most felháborodás. Ennek ellenére nyilvánvalóan senki nem szeretné, hogy balhé övezze a magyarországi rendezésű Európa bajnokságot, vagy részben magyar rendezésűt. Most mi történik? Egyeztetnek folyamatosan a külföldi csapatokkal, hogy mégis mit lehetne tenni, hogy még komfortosabban és az egészségüket jobban, biztonságban érezzék? Ilyenkor nagyon gyorsan, amikor megérkeznek csapatok, és folyamatosan érkeznek, függően attól, hogy milyen eset volt, ez egy jó pár csapatnál már otthon is pozitív eset volt, mielőtt elindultak volna például Magyarországra, de folyamatos egyeztetés van a csapatok az Európai Kézilabda Szövetség között, és bizonyos esetben természetesen a szervezőbizottság, a helyi szervezőbizottsággal karöltve, hogy az ő igényét hogyan lehet kielégíteni, hogyan lehet ezeken alakítani. Ugye nyilván itt figyelembe kell vennünk azt, hogy a záros határidőmből mi az, amit teljesíteni tudunk, mi az, amit teljesítenünk kell a szerint, hogy az EHF ezekre megkér minket. Úgyhogy ez egy folyamatos állandó beszélgetés az elmúlt napokban a beérkező igények függvényében, amit nyilván azért nem a legegyszerűbb kezelni, de igyekszik mind az EHF, mind pedig a szervezőbizottság ezeket a kéréseket teljesíteni. Itt a legnehezebb összességében az, hogy ez a beszélgetés korábban is elkezdődött volna, és akkor lehetséges, hogy lett volna még mozgástér az ilyen igényekben, de ettől függetlenül már így is nagyon sok beszélgetés folyik, és szinte napi szinten, sőt folyamatosan monitorozza az Európai Kézilabda Szövetség az aktuális állapotot, és ezek mentén szeretnének még a következő egy-két nap, sőt a következő hetekben alkalmazkodni a fennálló helyzethez. Szállodákról ugye beszéltünk már, nincsen itt buborék, részletesen nem tudjuk kielemezni már most az időfolytán, hogy ez mit jelent, viszont az, ami önökön múlik, tehát vagy ami a szabályozás szempontjából jobban, nagyobb részt múlik önökön, ugye magának a kézilabda csarnoknak, az edzéseknek és a meccseknek a területe, itt mik a legfontosabb szabályok, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy minden inkább csökkentsék a fertőzés veszélyt? Az elmúlt időszakban törekedtünk arra, hogy megvizsgáltuk, hogy a játékosok adott helyszínen hogyan mozognak, hogyan jutnak be az öltözőbe, onnan a pályára, hogy jutnak el, és igyekeztünk szinte ezeket a tereket izolálni, és a lehető legkevesebb embert a közelükbe engedni. Ez egy fontos pont az, hogy mivel nem buborékban van, ezért nem az történik, hogy az összes újságíró és minden kolléga, aki az Európa-bajnokságon dolgozik, nem kerül ki ezekből a zónákból, hanem
ki tud menni más helyekre is. Ezért kell nekünk limitálni azt a lehetőséget, hogy játékosokkal találkoznak. Ez a fontos pont, hogy akinél fennáll az, hogy bármilyen kontaktba kerül a játékosokkal, vagy éppen a csapatsegítőkkel, próbáljuk ezeket a kontaktszámokat csökkenteni úgy, hogy közben az Európa-bajnokság izzökkenőmentesen zajljon. Igen, és mi a helyzet a szurkolókkal, akik érkeznek? Neki gondolom védettségigazolvány, maszkviselés, ezek a szabályok a legfontosabbak, amiket be kell tartaniuk? Ja, fontos pont az, hogy a labdarúgó Európa-bajnokságnál korábban itt is igazolni kell, hogy védettségi igazolványjal rendelkezik, vagy az applikáción keresztül, vagy pedig a plasztik kártyával. Erre felépítettünk mindhárom rendezővárosnál COVID-karszallag átfövő pontokat. Ott kell igazolni azt, hogy védettségi igazolványjal rendelkezik, vagy pedig, hogyha valaki nem rendelkezik, akkor 72 óránál frissebb, nem negatív, de vagy negatív PCR-teszttel kell igazolni ezt. Hogyha valaki az Európa-bajnokság végig védettséggel rendelkezik, tehát valami igazolással tudja ezt bizonyítani, akkor rögtön egy olyan karszalagot kap, ami az összes mérkőzésre megfelelő. Hogyha az EB alatt jár le ez a védettségigazolvány, akkor kell minden esetben menni és igazolnia magát, vagy pedig, hogyha negatív PCR-tesztel igazolja ezt. A csarnokon belül pedig kötelező maszkviselést írunk elő, javasoljuk azt, hogy FFP2-es maszkban érkezzen mindenki a mérkőzésre, így itt a 6 év feletti korosztályra vonatkozik ez, és emellett fontos pont az, hogy mindenki tartsa be a kellő távolságtartást, rengeteg automata kézmosó állomást helyeztünk ki mindhárom helyszínen, és igyekszünk felhívni a figyelmet arra, hogy tényleg lehet, hogy mindenki tartsa be ezeket a kéréseket, és akkor bízunk abban, hogy természetesen egy remekül megszervezett és lebonyolított Európa-bajnokságon leszünk túl mindhárom városban. Az aggodalmak ellenére azt hiszem, hogy ez volt a legkiválóbb végszó, nyilván természetesen, és mi is nagyon sikeres lebonyolítását kívánjuk az EB-nek, meg hát a magyarok jó szereplését természetesen. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, minden jót, viszonthallásra! Köszönöm szépen, viszontlátásra! Önöknek pedig nagyon köszönjük a figyelmet, mindenkinek nagyon szép estét kívánok, viszontlátásra!